Sziasztok! Mi vagyunk az Escape My Shadows Veresegyházról. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy érezzük jól magunkat, és hajrá mindenkinek! Napról a másikra, belegekből a pokolba. Egynek tűnnel szétszakadt, keresem azt, ami megmaradt. Felnevelt és elkísért, mennyi mindent ígért. Elragadt a tőlem, az érthetetlen jellem. Talpaim alól a talaj kimászik, kezeim közt már semmit sem lát. Egyedül zuhanok szárnyak nélkül, a szakadék pedig egyre csak mélyül. Úgy tűnik, hogy végleg összedőlt a kártyavár. Hangai volt többé, nem épülhet újra már. Lapjai, mint emlék, élnek bennem majd tovább. Ha itt hagyod egy részet, hogy a léphetek tovább. Úgy gondoltam sokáig, együtt élünk a halálig. Felriadtam belőle, mert meg kell válnom tőle. A tegnapot még gyászolom, a mát viszont már átkozom. Úgy mazzik, mint vegyszer, mert mellettem volt egyszer. Úgy tűnik, hogy végleg összedőlt a kártyavár. Hangaimok többé nem épülhet újra már. Lapjaid, mint emlék, élnek bennem majd tovább. Ha itt vagyok egy részem, hogyan léphetek tovább. Halott vagyok, érzem. Nem voltam rá készen, de összedőlt a kártyavár. Halott vagyok, érzem. Ki utolsókat rúgja már. A mai volt többé, nem kerek már ennyi volt. Itt hagyok egy részem, de nélküle minden volt. Köszönjük szépen! Escape My Shadows, ez a formációnak a neve. Milyen árnyékok elől akartok ti menekülni? Ez egy jó kérdés egyébként. Eleinte úgy volt, hogy csak találjunk ki valami hangzatos nevet, és ez lett belőle. Hát így utólag átgondolva lehet, hogy találtunk volna jobbat is, de most már megszerettük. Illetve a címadó dalunk arról szólt, hogy mindenkiben vannak bizonyos árnyékok, vagy saját démonok, ami ellen meg kell vívni a kis saját kis küzdelmeit, úgyhogy így tulajdonképpen utólag átgondolva nem is lett ez olyan rossz névválasztás. Hogyha már nálad a mikrofon, akkor nálad milyen sötét árnyak vagy démonok vannak bent? Mi az, amitől félsz mondjuk? Hát ez egy jó kérdés. Igazából, hát hogyha komolyan szeretnék válaszolni, akkor én attól félek, hogy középszerű leszek bármiben. Sokféle dolgot csinálok az éneklés mellett is, és szeretnék valamiben kimagasló lenni, és amit csinálni, az abban tényleg jó lenni, nem pedig csak olyan középszerű. És te hogy állsz ezzel benned? Milyen démonok vagy félelmek nekem vannak? Nekem nincsenek démonai. Nincs semmi. Hát egyébként soha nem gondolkoztam ezen, de hasonló, mint a Dominik gondolata. Mielőtt elkezdtünk itt beszélgetni, szóba került egy bizonyos kecskeméti koncert. Nem fogunk elmenni emellett, meséljetek, mi itt a sztori? Hát igazából nagyon egyszerű a sztori. Lementünk egy baráti zenekarral zenélni Kecskemétre, és olyan jól sikerült, hogy megnéztük egymás koncertjét.
meg a stábtagok, ennyi. Nem, a végére volt két ember. Úgyhogy zseniális volt. De hát ugye nem csak ez az egy koncertetek volt tavaly, volt azért más is, meséljetek, milyen a színpadon állni, ilyen fiatalon ráadásul. Ez csodálatos dolog ilyen. Lehető legjobb dolog, ami történhet velünk egyébként. Igen, voltak koncertek, zenéltünk, nem tudom, hiszem, ugye augusztusban jelent meg a zenekar, azóta körülbelül 8 koncertünk lehetett így decemberig bezárólva körülbelül. Ez Pesten is, vidéken is. 8 koncert, de iszonyatosan fiatalok vagytok. Hány évesek vagytok? Én most lettem 21. Én meg egy héttel előtte lettem 21. Ugye mondtátok, hogy komolyan gondoljátok, ez talán abból is látszik, hogy azért már van videóklippetek is, méghozzá nem is akármilyen. És nem is egy. Na, meséljetek erről egy picit. Igen, már 3 videóklippel sikerült előrukkolnunk. Szerintem azokban is egyébként van egy ilyen javuló tendencia. Tehát az, ha megnézzük az elsőt, meg megnézzük a harmadikat, akkor mind koncepcióban, mind minőségben szerintem abban is sikerült fejlődni, és ez nagyon fontos. De egyébként nagyon izgalmasak voltak forgatások, nagyon élveztük. Akarsz róla mondani valamit? Akar, mesélj egy kicsit, te, de hogy akarok. Láttad. Hát egyébként így most is személyesen a forgatásokat nagyon élveztem így a pályafutás alatt. Nem volt még ilyenünk, úgyhogy én tényleg nagyon jókat szórakoztam rajta, és amúgy igen, ahogy Dominik is mondta, fejlődnünk kell, de abban is, még mindenben is. Tehát, hogyha csak a legutóbbi videóklippetekre gondolunk, az volt a látszat, ugye? Igen. Azt mennyi idő alatt forgattátok le, és egyáltalán ki találta ki a koncepciót? A koncepciót Dominik találta ki, viszont hát a forgatás az egy nap volt. Előkészületekkel 2, mert előtte éjszaka összeraktuk ott a kis hűfházba a fekete hátteret, meg a bútorokat, meg mit tudom én. Aztán másnap jött az operatőr, lementünk, és reggel nem tudom 9-től nagyjából, este 10-ig forgattuk. Úgyhogy elhúzódott, de hát... Megérte. Abszolút megérte, nagyon profi volt. Egyben van a csapat, és jól érzitek magatokat, és kiforrott a stílusotok is. Beszéljük egy picit a dalszövegekről. Azért amellett se szabad elmenni, mert mondani valója van. A dalszövegeket általában én írom. Ez az általában ez 99%, mert a lemezen egy olyan dal volt, ahol kértem egy kis segítséget, de a nagy részét én írom a dalszövegeknek. Mennyire vagy megelégedve a fiúkkal? Mennyire követik a te elképzeléseidet mondjuk a dalszövegek után? Hát igazából a dalszövegeket illetően pont hát a meghatározót meg az alapot nyilván én adom, hát igazából úgy szokott lenni, hogyha van valami szó vagy sor, ami nem tetszik nekik, akkor azt nyilván cserélem, de a dalszövegekben ilyen téren egyébként nem szokott probléma lenni, tehát szerencsére, de majd még abban is fejlődni kell. A zenélés részét illetően meg a srácok egyébként sokkal jobban értenek hozzá, én csak ott ugrálok elől, azért is vagyok elől, mert alacsony vagyok, hátul nem látszanék, úgyhogy... Úgyhogy zenélés részét illetően meg abszolút meghajlok a srácok előtt, mert ők abban sokkal profibbak. És mik a további tervek mondjuk 2022-re? Vannak-e már koncertek? Igen, alakulnak, szerveződnek. Még nincs olyan túl sok, de dolgozunk rajta, hogy minél több legyen. És a megjelenő lemez szeretnénk minél több helyre elvinni és minél több helyre bemutatni. Valamint valószínűleg neki fogunk ülni, újabb dalokat írni. Hogyan zajlanak egyébként a próbák? Közönségesen, sajnos ebben semmi extránk nincsen. Tök simán lemegyünk, az Ozinak, ugye dobosunknak a pincéjében van a próbatermünk, összejövünk, és lezenéljük a dalainkat. Ennyi igazából, nincs semmi. És nagyon snasszok vagyunk ilyen téren, sajnos. Mennyire veszitek komolyan egyébként a próbákat? Hát a zenélés részét az teljesen. És tehát mi az, amit nem? A többi. A beszélgetés, a hűlés, a minden, a szünetek, hát azokat nem. Ott semmi komolyság nincsen. Szigorúan ki van tiltva. De amikor zenélés van, akkor maximálisan arra figyel mindenki, és olyankor elfelejtjük a hülye énünket. 10 év múlva szerintetek hol fogtok tartani, vagyis miről fogunk beszélgetni? Ezt most megúsztad. Hát figyelj, 10 év múlva igazából addig még nagyon sok minden történhet. Bízunk a legjobbakba.
semmit nem beszél, ilyen sem ad magáról. Helyette a csöm mesél, de nem írtek szavából. Azt, aki szótlan anyja sem érti, akkor mégis hol lehet a némátat túl megmenteni, hogy hangtalan éje az életed. Fáradt még a vágyat, rejtő saját torkán térde fel. A szót emelve, kilancba verve, a hangja minket el nem ér. Eltitorva, a földre külve, már semmit nem ér. Azt, aki szótlan anyja sem érti, akkor mégis hogy lehet a némátat túl megmenteni, hogy hangtalan műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.